Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy ilyen sokan itt lehetünk. Elsősorban természetesen Győzőnek köszönöm, hogy elvállalta azt, hogy nekünk itt a barátainknak elmeséli azt, hogy egyrészt, hogy mind dolgozik, másrészt, hogy tavaly óta milyen új eredmények születtek, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sokan itt voltunk együtt egy évvel ezelőtt, amikor is meghallgathattuk azt a csodát, amit Makérusznak hívnak, és amelynek atya, Per Pillanat Örös Győző, és a Szentföldi Magyar Ásatásoknak a vezetője. Úgyhogy nem is húzom sokáig a szót, nagyon-nagyon szeretettel köszönöm. Azért szeretném elmondani, hogy Győző nagyon rövid ideig van ide haza most Magyarországon, úgyhogy külön köszönöm azt, hogy ezt a mai estét ránk és nekünk szenteljük. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyektől elnézést kérek, hogy levettem az akómat, csak ilyen megjött a jó idő, vagy meghoztam Jordániából a jó idő hétfőn, és emiatt kérem az engedelmüket, hogy levehessem. A Klári nem említi meg azt, hogy azért lehetek itt, mert nem csak barátságukkal öveztek föl Jóskával közösen, hanem ennek a régészeti missziónak a Holtenger partján pártfogói is, és azoknak a sikereknek, amelyeket ott elérhettünk a Kovácsai is, a Béres család részéről. Tehát engem nem csak a barátsághoz ide, hanem még mellette a hála is, hogy akkor, amikor ez az ügy elindult, és senki sem tudott róla, akkor álltak mellé. És most, hogy hétfőn hazajöttem, és Pannonhalmán Párszeki Asztrik meghívására az ottani szerzeteseknek és a gimnázium diákjainak kedd este, vagy tegnap este a Magyar Művészeti Akadémián a Kecske utcában az ottani akadémikusoknak tarthattam előadást, vagy holnap a Mátyás templom közösségének. Ezek már mind olyan öröm együttlétek, amikor a munkánk gyümölcseit szüretelhetjük. Azonban az, hogy ez az egész elindulhatott 2009. július 26-án, amikor szerződést kötöttem, hogy még senki sem tudta, hogy hogy alakul ez a munka. Na most arra való tekintettel, hogy vannak néhányan, akik tavaly nyáron nem voltak itt, amikor legutóbbi beszámolót tarthattam. Úgy állítottam össze az anyagát a szerény beszámolómnak, hogy áttekintem röviden a hátterét a munkánknak, azonban körülbelül háromnegyede vadonatúj eredmény lesz, hiszen az elmúlt évben nagyon sok új eredményre juthattunk. Én 2002-ben még Alexandriában éltem, amikor felkerestem az izraeli régészeti hatóság főigazgatóját, Suka Dorfman főigazgatóra, és kértem, hogy segítsen egy szentföldi ásatás, egy szentföldi magyar ásatás előkészítésében. Mondta, hogy a felesége magyar, és emiatt áll velem szóba, és szívesen segítene, de Izraelben csak izraeli állampolgár lehet ásatás vezető, ugye ezzel akarják garantálni, hogy nehogy sírokat megbontsanak. Aztán azt is jelezte, hogy ha Magyarországnak szándéka van ásatást indítani Izraelben, akkor először egy intézetet alapítsunk, ugyanis az előfeltétel, és az ásatás vezetője ezek után egy izraeli állampolgár lesz. Hát látta rajtam, hogy nem ilyen kondíciókra gondoltam, és akkor ő hívta föl a figyelmemet arra, hogy a legszerencsésebb, hogyha a Szentföld keleti felére, Jordániára gondolok, azonban ott a legjobb régészeti lelőhelyek foglaltak. És abban az esetben, hogyha majd kihalnak azok a kutató társaim, akiknek a kezén ezek a koncesziók vannak, akkor megnyílik a lehetőség egy komolyabb feltárás előtt. Én 19. éve élek a Közel-Keleten, ebből 10 évet Egyiptomban dolgoztam, és 5 évet Cipruson, és 2008. október 26-án váratlanul meghalt Michele Piccirillo atya, és az ő halála következtében 17 régészeti lelőhely szabadult föl Jordániában. Amikor erről értesültem, és tudtam, hogy közöttük van a Makérusz is, az volt az első dolgom, hogy
felvettem a kapcsolatot Jeruzsálemben a Studium Biblicum Franciscanumnak, a ferencesek kezén lévő Pápai Biblikus Régészeti Intézetnek a professzoraival, hogy megkérdezzem, hogy nekik milyen szándékaik vannak a munka folytatását illetőleg, hiszen ott a ferencesek 1978 és 81 között dolgoztak, és Picsi Lilló atya halálával most felszabadul ez a koncesszió a Jordán királyságban. Azt mondták, hogy nincsen szándékukban folytatni a munkát, mert nincs szakemberük. De engem minden módon próbálnak támogatni, és a náluk lévő kiadatlan archív anyagokat, fényképeket, rajzokat, ásatási feljegyzéseket, sőt a náluk lévő régészeti relettárgyakat is a rendelkezésemre fogják bocsátani, hogy feldolgozhassam. Tehát mindenben támogatnak. És ezzel a jó érzéssel fordultam aztán Jordániában az Ammani Amerikai Régészeti Kutatóintézet igazgatónőjéhez, Barbara Porterhez, aki szintén egyiptológus eredeti szakmáját tekintve, mint én, hogy van-e olyan francia, német, angol, ausztrál, ugye, akik még jelentősen részt vesznek a jordániai feltárásokban, szándék, hogy a makéruszt megpályázzák. Azt mondta, azért sincsen, mert ennek az esélye minimális, hogy valaki megkapja, ugyanis ez egy zsidó műemlék, a jordánok számára egy rendkívül negatív élményt jelent, tehát nagyon kicsi az esélye, hogy ez bárki megkaphassa. Amikor a főigazgató urat felkerestem, rövid időn belül rákérdezett, hogy zsidó vagyok-e, és arabra váltottam ekkor az addig angolul folyt tárgyalásokban, és ez őt rendkívüli mód megnyugtatta, és elmondtam azt is, hogy egy keresztény ember vagyok, és tudom azt, hogy a makérusz nem csak keresztelő Szent János mártíromságának a helyszíne, hanem azt is, hogy ebben az iszlám királyságban vallásügyi minisztérium által egy kiemelten védett műemlék, pontosan azért, mert Jehja bin Zakaria, Zakariás fia János itt halt meg. Mondtam neki, hogy főigazgató úr, ön számára Jehja bin Zakaria egy pontosan ugyanolyan proféta, mint nekem, keresztelő Szent János proféta, csupán a zsidók megölték a mi profétánkat. Ez őt teljesen megnyugtatta, megfeledkezvén arról, hogy keresztelő Szent János maga is zsidó volt, és így aztán a következő lépés az volt, hogy két hivatalos ajánlót kért, a ciprusi régészeti igazgatót és az egyiptomi régészeti igazgatót jelöltem meg ajánlóként, akiket ők hivatalból megkerestek, hivatalos írásos ajánlást kértek tőlük, és az utolsó lépés az az volt, hogy van egy olyan magyar tudományos intézmény, aki kiáll mögöttem, hogy magyar színben folytassam ezeket a kutatásokat, vagy az udvar szolgálatába állok, és a Királyi Műemlék és Régészeti Hivatal alkalmazottjaként egy saját projektigazgatójukként fogom vezetni ezt a feltárást. Volt ilyen magyar intézmény, Makovec Imre volt az, aki a Magyar Művészeti Akadémia nevében kiállt mögöttem, ez a halálát követően Fekete György elnök úr részéről is megtörtént, tehát én ezt a Magyar Művészeti Akadémia színeiben folytathatom ezt a munkát. Szeretném bemutatni a helyet. Maga a régészeti lelőhely itt található a Holtenger keleti partján, és Jambó kolléganőmnek, Jane Taylornak a helikopter felvételén látható nem csak a régészeti lelőhely, ez a gyönyörű szép erődített királyi palota műemlék komplexuma, hanem az is, hogy milyen szép Jordánia és a Szentföld. A háttérben a Holtenger és a nyugati part, bal oldalt Betlehem házaival, jobb oldalt pedig Jeruzsálemmel és az óvárossal. Ugye innen már belátni az Olajfák hegye mellett közvetlenül jól látható tiszta időben a hegytetőnkről, a makéruszról,
az Al-Haram al-Sharif közepén lévő szikladómnak az arany kupolája is. Miután a hely azonos a jeruzsálemi heródesi nagy templom helyszínével, és azt is aranylemezekkel borították, teljesen nyilvánvaló, hogy ugyanígy az ókorban is közvetlen optikai kapcsolat volt Jeruzsálem óvárosa és a Makérusz között. A rövid bevezető szavaimat követően, amely fényében mindenki értheti, hogy egy magyar állampolgár hogy kerül egy szentföldi ásatás mögé, azok után, hogy 15 éven keresztül már a Közel-Keleten dolgoztam, hogy megkezdhessük ezt a munkát. Szeretném elmondani, hogy ez egy biblikus helyszín. Josephus Flavius, az egykori jeruzsálemi templom papja, aki olyan közeli kapcsolatba került Vespasianus császárral, miután előre megjósolta a császárságát profétikus erővel, hogy Vespasianus, miután beköltözik Rómában, a császári udvarba, a saját egykori palotáját adja oda Josephus Flaviusnak, hogy ő beköltözzék, és ott elkezdje megírni a zsidók történetét. Először a zsidó háborút írja meg, amelynek az arámi változatát még Vespasianusnak dedikálja, a görög fordítást már Titus császárnak, és 94-ben jelenik meg Krisztus után a zsidók története hatalmas munkája, amelynek a 18. kötetében a következőt írja. János a merítő, aki ilyen és ilyen dolgokról volt ismert, és leírja, hogy a Jordánban hogy keresztel János, Heródes Antipász tetrarha börtönébe került a Makérusznál, a Makérusban, amely várban meg is gyilkoltatta őt a tetrarha. Ez az első századi extra biblikus történeti forrás olyan jelentőségű, mintha egy hadi jelentésnek lenne egy részlete, mondjuk Augustus análészeiből. Egy történetíró, hogyha egy hamis adatot vitt volna be az ő történetírásába, minden bizonnyal a két szemével felelt volna érte, de hogy kegyvesztetté vált volna, az is bizonyos. Elképzelhetetlen az, hogy Keresztelő János, aki egy rendkívüli mód ismert ember a történelmi Palesztinában, a Makérusz várában szenvedett volna, hogyha nem szenvedett volna a Makérusz várában fogságot, majd pedig nem ott gyilkolták volna meg, hogy erről az ókeresztény írók ne tudtak volna. Helyette mi történik? Megerősíti Origenész. Eusebius az egyháztörténetben is név szerint hivatkozik a Makérusra. Annyira egységesen elfogadja a kereszténység, sőt nem csak a kereszténység, a zsidóság is, és emellett még az iszlám is azt, hogy Keresztelő János fogságának és halálának a helyszíne a Makérusz, hogy napjainkra ezt senki sem kérdőjelezi meg. Nincs olyan akadémiai autoritás, aki ezt megkérdőjelezhetné. Mind a négy evangélium tudósít János fogságáról, és a szinoptikusok a halálát is részletesen leírták. Ez a helyszín tehát, amelynek a régészeti föltárását és a műemléki helyreállításainak a terveit most röviden be fogom mutatni, evangéliumi helyszín. Soha nem volt arra példa, hogy mi magyarok a Szentföldön bármilyen terepmunkát végezhessünk, tehát még halbiológusokat sem engedtek a Galileai tengerbe vagy a Jordánba kutatni, semmilyen terepmunka soha a Szentföldön magyar részről nem volt. Ez a legelső alkalom, és szeretném még egyszer elmondani, hogy ez a Magyar Művészeti Akadémia színeiben egy magyar kutatócsoport részéről történhet meg. Ugye Heródes királynak Krisztus előtt 4-ben, miután meghalt, felosztották a királyságát, és Antipász a három örökös közül Galileát és Pereát kapja meg, amelyet szürkén jelöl a térkép. Ezek
a legszerényebb részei a Heródesi királyságnak, amelyet a negyedes fejedelem területeként kap meg a tetrarchátusában. Egyetlen öröme lehetett ennek a fiatal zsidó hercegnek, Antipásznak, hogy egy palotát legalább megörökölt. És ez volt a Makérusz, az erődített királyi palota. Ez volt az ő büszkesége, a tetrarchátus kopott kabátjának gyönyörű díszgombja. Nem véletlen tehát az, hogy a születésnapját is Krisztus után 30 magasságában itt ünnepelte. Onnan tudjuk egyébként datálni az eseményt, és ezt a tragikus születésnapot, amely Szalóme táncát követően Keresztelő János halálával fejeződik be, hogy Lukács evangélista leírja, hogy Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, tehát 29-ben lépett színre János, és kezdte el a Jordán mellett hirdetni az Isten országát, megkereszteli magát Krisztust is, és több apostolát, majd pedig börtönbe kerül. Tehát innen tudjuk, hogy valamikor 30 körül történhetett ez az esemény. Amikor ezt a panoráma felvételt bemutatom az igen tisztelt hallgatóságnak, akkor röviden egy katonai hálózatról és egy optikai networkről kell, hogy beszéljek. Az idősebb Plinius azt írja a Historia Naturalis Krisztus után 77-ben megjelent kötetében, hogy Jeruzsálem után egész Judában a legjelentősebb vár a Makérusz volt. Azért múlt időben, mert közvetlen a zsidó háború után vagyunk. Ha valaki ezt a panoráma felvételt megnézi, ebből megértheti, hogy ennek mi volt az oka. Ugyanis a nyugati part 6 heródesi erődjének, illetve erődített palotájának közvetlen optikai kapcsolata volt a Makérusszal, az egyedüli keleti parton, vagy más szóval Transzjordániában lévő erőddel. Maszada és a Makérusz végvárai voltak a heródesi királyságnak, Nabateusok királyságának az oldalában, a petrai fővárossal, Antipász idején, vagy Krisztus idején, IV. Karétász, petrai uralkodó, Nabateus király fenyegeti a heródesi királyság vonalát, ezért Maszada és a Makérusz végvárakként nem tudták, hogy melyik oldalról várhatják a támadást. Maszadától, tehát a nyugati oldalról, vagy keletről, az Arnon folyó irányából. Ezzel egidejűleg előfordulhatott az is, hogy a pártusok részéről egy északi támadás érkezik, amelynek az északi végvár, amely a Jeruzsálemi királyságot keletről védi, az Alexandreion lenne a fogadópontja. Nem volt más katonai lehetőség ezért Heródes királynak, mint földarabolta a keleti műveleti egységeit, és 7 részre szabdalta szét azért, hogy könnyen mozgósíthatók legyenek. Amennyiben az Arnon irányából érkezik a támadás, azonnal elindulhatnak a keleti partra. Ha Maszada irányából érkezik a támadás, mindenki a nyugati partra koncentrálhat, de ha északról, az alexandrejoni irányból, akkor pedig valamennyi hadsereg rész egyesülve észak irányba kell, hogy mozduljon. Semmi máson nem múlott ez a rendkívül érzékeny katonai hálózat, mint a Makéruszon. Ez az egyetlen pont ugyanis, ahonnan gyönyörűen látható a túlparton Maszada, és a legészakibb Alexandreion is, valamennyi nyugati parti erőddel. Maszadából csak a Makérusz látható. Az Alexandreionból szintén csak a Makérusz látható. Most hasonlóan a Limes rendszer optikai szignál hálózatával, éjszaka lánggal, nappal pedig fekete füsttel tudták leadni azokat az impulzusokat, optikailag követhető impulzusokat, amelyeknek
a hatására azonnal riadóztatták ezeket a hadsereg részeket, és egyesítve az erőiket védhették meg magát a királyságot. Most a Makérusz egy sasfészekként látható a keleti parton. Ez volt az a pont, amelyet megörökölhetett Heródes Antipász, és amely számunkra, keresztény embereknek rendkívüli jelentőségű erkölcsi értékkel bíró műemléket jelent napjainkban is. Az is egy csoda, ahogy a természet megformálta ezt a fantasztikus sziklát. 1100 méter magasan emelkedik a holtenger fölött, és két oldalról 300 méter mély szakadék veszi körül ezt a geomorfológiai szigetet, amely kiemelkedik, de természetes sziklakúp, bárki megmondhatja, az Isten is párnak teremtette. És a következő felvételen, mely szintén egy helikopter felvétel, láthatjuk már, hogy ennek a hegycsúcsnak a tetejére hogy tették rá a várat, illetőleg a várba később azt a heródesi palotát, amely az evangéliumok egyik helyszíne lett. A vár történetéről röviden el kell mondanom, hogy a Krisztus előtti 90-es években, 90 körül Alexander Janneus, Hasmoneus jeruzsálemi papkirály, a legelső, aki várat emel ezen a helyen, semmilyen korábbi emlékünk nincsen, tehát maga Josephus Flavius is erről tudósít, hogy Alexander Janneus a megalapítója ennek a várnak. Azonban ezt a Gabiniusi, hát római időkben, Krisztus előtt 57-ben lerombolták ezt a várat, és egy ilyen romvár maradt a helyszínen. Ezt követően, amikor a 30-as években Krisztus előtt megszilárdítja a vazallus Heródes király a saját politikai hatalmát, úgy dönt, hogy várat épít saját maga számára, de miután hát kisé paranoiával bíró személy volt, ugye tudjuk azt, hogy feleségeit kiirtotta, a fiai közül nagyon sokat meggyilkoltatott, mindenkitől állandóan rettegett, el sem tudta képzelni azt, hogy ő maga bent Jeruzsálemben lakjon, hanem leginkább ilyen erődített palotákban érezte jól magát. Ezért úgy döntött, hogy nem csak itt épített magának egy palotát, hanem ezt az erődrendszert, amelyet az előbb bemutattam, tehát a nyugati parti hat hasmóneus erőd, Massada, Ürkánia, Heródion, Küprosz, Dok, Alexandreion, várakat újjáépíteti, és valamennyibe palotát emel. És hetedikként a transzjordániai Makérusz várromjába szintén egy palotát fog önmaga számára emelni. Ez számunkra rendkívül fontos, ugyanis ez a hét palota nem csak ugyanazon építészeknek a munkája, hanem majdhogy nem egy kaptafára készültek, és egy összehasonlító építészeti vizsgálat eredményeként minden palotának valamely részét jobban ismerjük. Van, ahol a fürdő maradt meg a legjobban, van, ahol a raktárhelyiségek, van, ahol a palota triklinium terme, egy másik részen a perisztíliumos udvara, van, amelyiknek a bástya rendszerei maradtak meg. Ezért tudtuk már a legelején a munkánk során, hogy nem egy palotával kell foglalkoznunk, hanem héttel. Szerencsére az izraeli hatósággal és Gideon Avnióral, aki az ásatásokért és felmérésekért felelős igazgatója a régészeti hivataluknak, kiváló kapcsolatban voltam, megértették, hogy számunkra miért fontos, hogy ezeknél a váraknál dolgozhassunk Izraelben, és így mind a hét várnak elkészítettük a felmérését, rajzi és fotodokumentációját. A Makérusz esetében azonban ezt olyan szintre vittük, hogy a következő felvételen bemutathatom 3D számítógépes modellezését készítettük el. Ez egy olyan modell, amely mozgatható és bejárható. Valamennyi in situ kövét a rágyújt palotának dokumentáltuk. Egy nagyon rövid áttekintésben szeretnék a több mint 50
ásatási szelvényből, amelyet összességében nyitottunk meg a Makélusz erődített királyi palota helyszínén és az oldalában lévő város területén. Ebből szeretnék most hármat röviden bemutatni, hogy érthető legyen az, hogy egy műemlék kutatása elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy megértsük azt a kulturális milliót, azt a világot, amely számunkra keresztény embereknek egy evangéliumi helyszínt jelent. Ahogyan erről az elmúlt évben említést tettem már, mielőtt elkezdtük volna a kutatásainkat, dr. Helen Gassé úr, a Nemzetközi Radar Technológiai Intézet párizsi igazgatója vállalta, hogy radarral az egész területünket feldolgozza, ami hasonlatos ahhoz, mint hogyha a koponyámnak egy komputertomográffal vagy MRI-vel történő felszeletelését elvégeznék, és utána a számítógép képernyőjén megnézik, hogy milyen belső morfológiai struktúrával rendelkezik a központi idegrendszerem. Ennek fényében természetesen nagyon egyszerű már egy sikeres ásatást levezényelni, de én nem akarom azt a látszatot kelteni a hallgatóság előtt, hogy micsoda szimatunk van. 2012-ben vagyunk, természetesen a műszerezettség, a minél magasabb műszaki tartalom elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki a Közel-Keleten olyan munkát végezzen, amely a nemzetközi porondon is megállja a helyét. Csak halkan megjegyzem, Izraelbe senki nem kezdhet el semmilyen feltárást anélkül, hogy nem mutatná be a radar felvételeket, a geofizikai és geomagnetikus vizsgálatok pontos eredményeit, és azok alapján nem mondaná meg, hogy mit szeretne feltárni. Magyarországon ezeket mind a mai napig nem lehet csúcs technológiával elvégezni, ugyanis több millió euróba kerülnek azok az alapműszerek, amelyek segítségével egyáltalán egy néhány napos vizsgálatot el lehet indítani egy lelőhelyen. Na most az első szelvény, a hármas számú lesz, amelyet röviden bemutatok, a Hasmoneusz ciszternának a feltárása, amely egy úgy kezdődött, hogy egy követ láthattunk a várudvarán. Ugye nem csak egy követ látunk, egy Lukas követ, hanem mellette nem kell építésznek lenni ahhoz, hogy mindenki láthassa, hogy hát itt vannak gyönyörű osztopdobok is. Jaj, de szép! Természetesen nem csak az in situ köveknek teljes körű rajzi és fotodokumentációját készítettük el, hanem a nem in situ épületelemeknek is valamennyi teljes körű építészeti felmérése megtörtént. Azonban ez a szelvény, amely középen látható, ugye a hármas számú szelvény feltárása először ugye egy 2x2-es szelvény formájában a kő felnyitására vonatkozott, majd pedig egy leereszkedtünk köteleken, és a ciszternát teljes egészében feltártuk. Itt a legalján üldögélek, és léptékként most be tudom mutatni, 15,5 méter még volt a ciszterna teljes körű feltárása, ez egy 6 emeletes épület. A feltárás azzal a csodálatos eredménnyel járt, hogy a ciszterna legalján lekenésben örvény áramú elven működő detektoros vizsgálattal találtunk in situ Alexander Janneus pénzérmét. Tehát nyilvánvaló volt, hogy a Hasmoneusz korszakhoz, tehát a régi várhoz tartozó ciszternát találtuk meg, amely az esővíz összegyűjtésével a vár katonai stratégiai víz tartalékának a tárolására volt alkalmas. Ismét egy felvétel erről a varázslatos helyszínről, háttérben a Holtengerrel és a nyugati parttal. És akkor szeretném bemutatni a második szelvényt, a háromból, amelyet így előzetesen bemutatok, a nyugati bástya feltárása. Ugye eredetileg csak egy másfél méter magas romok voltak láthatóak, de a műszeres vizsgálatok jelezték, hogy 8,5 méternél mélyebb, pontosan 8 méter 75 cm magas álló falakkal rendelkező bástyával kell, hogy szembe találjuk magunkat, hogyha ezt rendesen feltárjuk.
meg is indítottuk, és hát kiderült, hogy körülbelül nyakig volt törmelékben a nyugati bástya, és a feltárást követően ugye 8 méter, 75 centiméter álló falakat találtunk a nyugati bástya egyik termében. Ennek is egy nagyon fontos eredménye volt a feltárásnak, hogy nem csak korai hasmóneus kerámia anyag és pénzérmék láttak napvilágot, hanem az építési jellege tipikusan preherodesi korszakhoz tartozó ciklopsz falazású volt. Ugye a ciklopsz falazás a klasszika archeológia kölcsönszavaként a küklopszoknak tulajdonították a korai mükénei épületeket a görögök. Azt hitték, hogy ezek a küklopszok építették ezeket a hatalmas, megfaragatlan, természetes kövekből épített falakat minimális kötőanyag használatával. És hát látjuk, hogy milyen jellegű a korai várnak az építészete. Ezzel szöges ellentétben áll a herodesi építészet. Nagy Herodes ugyanis az akciumi csatát követően 30-ban már alexandriai építészeket alkalmazhatott az udvarában. Most egy alexandriai építész olyan korabeli csúcs technológiát alkalmazott, hogy ő mindent 32 cm-ben, ugye korabeli görög lábban mért ki, római láb 29 cm, és olyan professzionális épületek megépítésére voltak csak alkalmasak, amelyek kváderkövekből épülnek. Nem kváderkőből alexandriai építész sosem dolgozott. Úgyhogy amikor megmutatom az első herodesi falat, amely itt szembe látható középen, ugye nem kell építésznek lenni ahhoz, hogy mindenki lássa az óriási különbséget, ahol gyönyörűen kifaragott kváderkövekből látjuk a herodesi falakat itt kollégákkal ott állunk a tetején. A minden ilyen szelványfeltárás követően pontos rajzi dokumentációt is készítünk, nem csak alaprajzi tekintetben, hanem metszetrajzok formájában is. Ennek a feltárásnak ugye az egyik eredménye az volt, hogy nem csak itt jobb oldalt látjuk ezen a metszetrajzon egy rituális zsidó fürdőt, egy mikvé fürdőt, vagy ivrit, ugye mikváotot találtunk, hanem közvetlenül mellette egy olyan helyiséget, 4 méter 4 helyiséget, ahol összesen 26 arameus osztrakon látott napvilágot. Ezekről később fogok még beszélni. Haggai Mizgáv Héber Egyetemi jeruzsálemi professzor volt az, aki a feldolgozásukra vállalkozott, és már el is készült vele. Mit néznek ki ezek az arameus osztrakonok? De most nem szeretnék ilyen irányba tovább menni, hanem a harmadik szelvény feltárásáról beszélni röviden. Ugye a műemlékkutatások falkutatásokat is jelentenek. Ez a műemlék részlet egy olyan falat mutat, ahol felfigyeltünk arra a körülményre, hogy itt van két lépcső. Egy, kettő, és mint hogyha ott egy harmadik futna tovább. Ezért elhatároztuk, hogy szétbontjuk ezt a falrészt, hát ha egy a következő rajzhoz hasonló felvezető lépcsőt fogunk ott találni, és ez sikerült is. 9 lépcső, ókori lépcső vezet föl valahova egy lépcsőház formájában. A 9-es szelvénynél alaprajzilag is megkutattuk ennek a vonalát, hogy hová vezethetett tovább ez a szelvény. És ez lett a műemléki elméleti rekonstrukcióknak az egyik alapja, hogy tudnélik, ennél a lépcsőháznál a következő vizsgálatot végeztük. Összesen 32 lépcsőfokunk van. Valamennyi lépcsőfoknak a mélysége egy görög láb 32 cm, de a magassága 20 cm. Ez azt jelenti, hogy a teljes lépcsőház 6 méter 40 cm magasságot jelentene akkor, amikor ez a folyosó végéig eljutott. Azonban ezzel párhuzamosan láttuk azt, hogy a mellette levő helyiségnek 4 pillér alapzata megmaradt. Na most, hogyha azokra a pillér alapzatokra ráteszünk egy klasszikus dongaboltozatot,
annak a magassága is valahol 6 méter magasságban jelentkezik. Ez még egy elméleti felvetés, ez még nem a tudomány világa. A tudomány világa ott kezdődik, miután közvetlenül csatlakozott egy olyan udvarhoz ez a mellette lévő építészeti tér, amely egy dór perisztíliumos udvarral rendelkezett, tudtuk azt, ha sikerülne összehozni a komplett dór oszlopot a hozzákapcsolódó koronázó tagozattal, plusz arra rámérhető lenne az a parapet, amely ezt a portikus csarnokot kellett, hogy fedje, az ki kellene, hogy adja ugyanezt a 6 méter, 40 cm magas födém szintet. Ha ezt kiadja, akkor igaz az, hogy ennek a helyiségnek valóban egy olyan mennyezete volt, hogy fölülről nézve födéme, amelyhez ez a lépcsőház vezetett föl. Egy nagyon apró példát mondtam, arra az építészeti rekonstrukcióra vonatkozólag, amely az alapját képezte annak, hogy jobban megértessük ezt a heródesi palotát. A mi műemlékünkből azonban önmagában sohasem érthettük volna meg. Tehát ezt csak úgy érthettük meg, hogyha a nyugati parti 6 építészeti analógia fényében értjük mindezt, ugyanis másút megmaradtak ezek a részletek, amelyekre mi kíváncsiak voltunk. Tehát egy olyan LEGO készletet képzeljünk el, elnézést a gyerekes párhuzamért, amelyből 7 darab volt, és mindegyiknek egy része elveszett. De ha komplementer módon ezt a 7 LEGO készletet alaposan tanulmányozzuk, akkor meg fogjuk érteni, hogy az az eredeti épület, amely a heródesi építészet munkájaként elkészült, hogy nézhetett ki. És ennek fényében szeretnénk bemutatni azokat a felvételeket, amelyek a műemlékünknek az építészeti elméleti rekonstrukcióját jelentették. Ugye megint egy hajnali felvétel, ahol ez a gyönyörű sasfészek elsőként fogja fel a jordániai keleti horizonton felkelő nap első sugarait, háttérben a Holtenger és az izraeli Negev sivatag, ott jobb oldalt Hebron városa látható, és ugye az is, hogy milyen gyönyörű a Szent Föld. És hogy a szemünkben óriási, de valóságban egy igen kicsi földrajzi egység. Ezen az alaprajzon felmértük valamennyi ránk maradt kövét annak a vártnak, amelyet Alexander Janneus Krisztus előtt 90 környékén alapított. Hogyan volt ez lehetséges? Úgy, hogy már megállapítottuk azt, hogy Heródes király csak kváderkőből építkezik. Minden, ami preheródesi, és egyetlen ilyen korszakunk van csak, a Hasmoneus már korszaka, ez mind ciklopszfalazás, megfaragatlan, természetes kövekből kialakított építészeti struktúra. Itt sikerült megállapítanunk azt, hogy volt egy déli bástya, egy északi és egy nyugati bástya, és egy körfal, amely a megmaradt falcsonkok alapján rekonstruálható volt, hogy körülbelül hogy nézett ki. És ugye mindenki láthatja, hogy a súlypontjában van az a ciszterna, amelynek az alja egy 4x4 méter alapú gulla test alja volt, ábrázoló geometriai kifejezést kölcsönözve áthatással arra a felső szakaszra, amely már egy kúp formájában zárult le. Most ezen alaprajzban, ezen lerombolt Hasmoneus várba építi be Nagy Heródes király 30 környékén, az is lehet, hogy a 20-as évek végén Krisztus előtt, azt a palotáját, amelyet ha megérthetnénk, vagy ha megláthatnánk, ha képesek lennénk rekonstruálni, akkor egy evangéliumi helyszín kerülne elénk. Megláthatnánk az evangéliumok világát egy olyan épületen keresztül, amelyet a rómaiak Krisztus után 72-ben leromboltak, semmilyen későbbi korszaka nem volt,
Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, egy ókori időkapszulánk van. Ennek az időkapszulának az emlékeit kellene összetenni. És amennyiben ez lehetséges, abban a pillanatban megláthatunk egy olyat, amely 2000 éve láthatatlan. Ugye bárki megkérdezheti, hát hogy nem vált zarándok helyé a makérusz? Hogy ezzel korábban nem foglalkoztak? A válasz egyébként megrendítő, ugyanis ma már az ókorkutatás egyértelműen tudja azt, hogy Nagy Konstantin előtt teljesen ismeretlen fogalom volt a zarándoklat a kereszténységben. Most éppen Csíksomlyó után vagyunk, Pünkösd után, elnézést, hogy ezt szóba kell hoznom. Zarándoklat, mint ilyen, egy teljesen idegen fogalom a kereszténység ókori állapotától. Miért? Maga Krisztus még fölmegy ugye Jeruzsálembe, mint a zsidó vallási környezetbe, kulturális, antropológiai egységbe érkezett, megtestesült Istenfiú. De már az apostolok cselekedeteiben semmit nem hallunk arról, hogy ők bárhova zarándokoltak volna, sőt, Nagy Konstantin császárig igazolható, hogy egyetlen egy keresztény ember nem megy el a Szentföldre zarándokolni. Nagy Konstantin császár is azért dönt úgy, hogy beindítja a nagy szentföldi zarándoklatokat, mert ide-oda hömpölyög a Mediterráneumban, a római birodalmon belül az a rengeteg pogány, akinek el kell jutni a Delfóig, vagy Páfoszig, vagy Abidoszig, hogy bemutathassa az áldozatát, és ezt a pogány kultuszt megpróbálják keresztényé tenni. De nekünk, keresztényeknek nem kell zarándokolnunk. De ez a 21. században egyre nehezebben érthető, a válasz teljesen világos egyébként. Én egy kutya közönséges katolikus férfi vagyok. És tudom azt, hogy bármely szent misén Krisztus teste és vére a maga valóságában jelen van, és hogyha alkalmas vagyok rá egy szent áldozás során, magamhoz vehetem. Aki ezt megkérdőjelezi, nem tekinthető katolikusnak. Ha a valóságos Krisztus bármely templom, bármely szentmiséjén színről színre látható, sőt, magunkhoz vehető, akkor mi értelme Krisztus lábnyomát keresnünk? Az ókeresztények, akiket nagyon nehezen értünk ma már meg, nevetségesnek tartottak egy ilyen gesztust, hogy valaki oda megy és keres. A 21. század kereszténysége nem erről szól. A 21. században az Isten keresés a kereszténység alapfogalma. Újra evangélizálunk, újra meghirdetjük, próbáljuk megtalálni. Elmennek a Szentföldre a bíborosok, az érsekek, minden szerzetes próbál oda menni, hogy valamit abból a millióból megragadhasson még. Amikor arról volt szó, hogy oszlopdobok is vannak, olyan épületelemek, amelyeket össze kellene állítani, akkor el is határoztuk, hogy vállalkozunk erre a munkára, és valamennyi a helyszínen található épületelem teljes körű feldolgozását követően elindítottuk azt a lehetetlen vállalkozást, hogy megpróbáljuk ezeket összeállítani. Bárki megkérdezheti, ennek az esélye milyen? Hát, hogy nullához konvergál. De azt elmondhatom, hogy rajtunk magyar ásatókon most már 1907 óta, mióta közel-keleten folynak a magyar régészeti missziók, rendkívüli áldás van, és amikor a következő felvételt bemutatom, akkor talán hitetlenkedve fogja a tisztelt hallgatóság meglátni, hogy sikerült összeállítani a komplett dór teljes profil. Ugye több mint 200 oszlopdob, illetve azok töredékei, és a nyaktaktól, tehát ugye az oszlopfő egészen a lábadatig valamennyi épületeleme egy komplett dór oszlopnak meg le, sőt, még a fríz tagozatnál a triglif metopé találkozási pont is. Természetesen annak az esélye, hogy nekünk sikerül az egykori palota perisztíliumos dór csarnokát így összeállítanunk,
Ez nem tudományos felkészültség kérdése. Én már a tavalyi évben említettem, hogy 2001-ben, több mint 10 évvel ezelőtt építészettudományból PhD-ztem és műemlékvédelmi szakmérnöki tanulmányaimat követően, mint ókorkutató próbálok valami keveset megérteni az ókori építészet szépségéből. De az, hogy egy ilyet összehozzunk, ez egy olyan óriási nemzetközi siker volt, hogy magyar emberként elsőként közölhettem egy 40 oldalas tanulmány a jeruzsálemi Ecole Biblique-ben, a világ legrangosabb biblikus szakfolyóiratában, amely a Francia Tudományos Akadémia Szentföldi Régészeti Intézete és a Dominikánusok Pápai Biblikus Intézete egyidejűleg, ugye az Ecole Biblique a 119. év folyamában. Most miután összesikerült állítanunk azt a dór oszlopot, amely teoretikusan akár egy oszlop főből is összeállítható lett volna, hiszen azt mondhatjuk, Augustus császár főépítésze Vitruvius megmondta, hogy egy dór oszlop lábazatának átmérő felénél, a rádiusznál, a sugárnál, hogyha 12-szer veszük annak magasságát, akkor a nyaktagot kell, hogy megkapjuk. Ugye egy jó non-stop esetében a rádiusz 15-szöröse lesz a magasság. Most hát ez nagyon szép, de hát ki tudja igazolni azt, hogy ami igaz Rómában, Augustus császár udvarában, igaz egy ilyen távoli provincia, hát nem provincia, hanem egy távoli királyságban, vazalus királyságban, Heródes udvarában is. Tehát nem tudtunk volna megbízható eredményre jutni abban az esetben, ha nincsen teljes profilunk, ha nem jön össze a teljes oszlop. Az ókor-kelet kutató régész társadalom kedélyét tovább tudtuk feszíteni azzal, hogy a jón oszlopot is összeállítottuk. Ugye a legvastagabb jón oszlop dob vagy lábazat vékonyabb, mint a legvékonyabb dór oszlopdob, illetve oszlopfő. Tehát nem lehetett a kettőt keverni. Ráadásul nem csak gyönyörű volutákkal és tojás frizzel díszített jó oszlopfőnk maradt ránk, de még a párkány tagozati rész is. Ugye azonnal kérdezheti valaki, hát jó, és hol vannak az architrávok? Valószínűleg nem voltak architrávjaink kőből, hanem ezeket, ahogy ezt más római, korai római császárkori építészeti emlékeknél láthatjuk, fával helyettesítették, a mi esetünkben valószínűleg libanoni cédrussal, és ezeknek az architrávjaira teszik rá a koronázó tagozat kapcsolódó részeit, és aztán ezt elmaszkolták, hogy így mondjam, gipsztukkóval, hogy ne lehessen látni, hogy egy fa kiegészítő elemről van szó. Ugye túlságosan is nehéz lenne, különben a koronázó tagozat a dór, illetve a jón oszlopokhoz. Ezek a jón oszlopok a királyi fürdő apoditérium terméből valók. Még egyszer szeretném mondani, anélkül, hogy szimpatikus megjegyzést tennék, anélkül, hogy próbálnék szerény lenni, egyáltalán nem próbálok szerény lenni, hanem azt mondhatom, az, hogy ez így összejött, ez a Jóisten ajándéka. Tehát ez egy olyan óriási truváj, egy olyan nemzetközi siker, hogy például a washingtoni székhelyű Biblical Archaeology Review-nak, amely a világ legnagyobb példányszámú, több mint félmilliós példányszámban megjelenő biblikus régészeti folyóirat, ennek a főszerkesztője Herschel Shanks úr, egy 81 éves fiatalember, ezért utazott el Washingtonból két éjszakára Jordániába, hogy az első éjszakáját követően elmenjek érte a szállodájába, kijöjjön a helyszínre, hogy megnézhesse, hogy igaz-e, és amikor a helyszínen látta, hogy mindez igaz, ő fölkért egy olyan tanulmányra, amely most szeptember-októberben egy kéthavi lapról van szó, jelenik meg címlapon. Tehát egy hatalmas nemzetközi siker mindez. Miért? Ugyanis ezek fényében megvalósulhatott a következő álom. Tudnélik az, hogy egy építészeti megalapozottsággal és biztonsággal a palota heródesi alaprajzára,
amely a ránk maradt in situ emlékek alapján rekonstruálható volt, tehát a központi építészeti tér, a Dór perisztériumos udvar, azzal az abszissal, amely az uralkodói székhelye. De ez a római, görög-római építészetben annyira triviális, hogyha egy katonai épületről van szó, és annak udvaráról, akkor az mindig a parancsnoki székhelye, ugye a szimmetrikus axisban elhelyezve. Amennyiben egy bírósági épület udvaráról van szó, a bírói székhelye, a kijelölt abszis a központban, egy királyi épület esetében pedig a trónhelye, vagy tehát a trónszéké. Erre az alaprajzra, azok után, hogy a nyugati parti hat herodesi palotának az épített örökségét mélységében megismerhettük, és a mi épületünk esetében, mint egy hegedű lelke, vagy így mondjam, azok az oszlopok, amelyek a stabilitását jelentették az építészeti rekonstrukciónak, bemutathatom önöknek ennek a palotának azt a képét, amely egy robbantott metszettel egy evangéliumi helyszínt mutat már előttünk. Ez volt Herodes király palotája, amelyet megörökölt fia Antipász. Ez az a palota, amely palotában nyilvánvalóan ugye az udvarán, ahova a banketteket helyezték el, nagyon sok ábrázolásunk van Pompeiről, Herkulánumból, vagy millió más szituációt említhetünk, ugye mindig a nyitott tér vonza őket, ahol Szalomé táncolhatott, a királyi fürdő, a hozzá kapcsolódó raktárhelyiségekkel, és maga a triklinium, amelynek ugye a felvezető lépcsősorát is megtaláltuk. Hogy nézett ki mindez a helyszínen, ezen a geomorfológiai különleges kúpon, amelyet egy helikopter felvételen már bemutattam. Így. Ez nem egy vízió, hölgyek és urak. Ez egy építészeti megalapozottsággal elkészített munka. A tavalyi évben még csak vízió formájában mutathattam be, hogy valami ehhez hasonló lehetett a helyszínen. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 12 hónapban, és ma már olyan építészeti rekonstrukciót láthatunk, amely Herodes király erődített palotáját, Makéruszt, és annak egy evangéliumi helyszínét, ugye a tragikus születésnap milliójét és világát jelenti. Ezt lerombolták Krisztus után 36-ban a nabateusok. Ezt pontosan tudjuk, leírja Josephus Flavius a hátterét is. Nagyon szorosan kapcsolódik egyébként az evangéliumi történethez, ugyanis a Herodiás előtti feleség, akiről nem nagyon beszélnek az evangéliumok, nem volt más, mint IV. Arétász királynak a leánya, egy nabateus hercegnő. És ezért ütött apu, ugye volt após, IV. Arétász király, és lerombolta teljes Pereát. És aztán ugye a rómaiak revanst akarnak venni rajta, és az idősebb Vitellius vezetésével, mint szíriai helytartó, indulnának el, hogy ezt a hadjáratot elvégezzék, de aztán váratlan események történnek Rómában. De azt tudjuk, hogy 36-ban ezt lerombolták, és a lerombolását követően egy körfalat emeltek azok a zélóták, akik Krisztus után 66 és 72 között egy várat alakítanak, ugye az első zsidó háború idején a Makéruszból. Az egyértelműen beazonosítható pénzérmék száma 74, amely az első zsidó háború idejéből való. Összesen kettő van közülük, amely a háború harmadik esztendejében lett verve. Az összes többi a második évből való, 67-ből. És ha bárki úgy gondolná, hogy ezekkel a pénzérmékkel nem lehet datálni, mert hogy később is forgalomban voltak, ugye ez teljességgel kizárható, hogy később is forgalomban lennének egy forradalmi időnek a pénzérméi. Tehát elvitathatatlan, hogy ez volt a legkésőbbi korszak. Most, hogy ez hogy nézhetett ki, erről egy víziót tudok bemutatni. Valami hasonló körfal jelenik meg a már lerombolt vár körül,
Arnoczky Balázs kollégának a gyönyörű munkája. Hogy a tavalyi beszámolom óta elment Makovecz tanár úr, ő nem csak a Magyar Művészeti Akadémia presztízsére lát föl mögénk, hanem a Makona irodában közvetlenül mellette dolgozó, a szomszéd szobában dolgozó három munkatársát, Dobrosi Tamás, Pap Tamás és Arnoczky Balázs építész urakat is mellém adta. Ők Magyarország fiatalabb építész generációjának nem csak a színe virágát jelentik, hanem nagyon rangos építészeti munkákat végeznek Magyarországon. Például Pap Tamás dolgozta fel a teljes makói fürdőt, vagy Dobrosi Tamás ugye a felcsúti építkezéseket viszi, most a stadiont ő tervezte meg. Arnoczky Balázs a Vörösi, Szapos és ezeknek a faluknak az építési vezetését vitte, nagy emberekkel dolgozhatok együtt, és így az építészeti munkák is egy építész csapatnak az eredményeit jelenti. Megkérdezhetik, és más magyar építészek is bent voltak? Hogyne? Nem kezdőkről van szó, nekik is vannak asszisztenseik. Ez egy szellemi tröszt, agytröszt, ami dolgozik ezen most már 3 éve. Sok-sok kollégám nevét sorolhatnám föl. Azonban, hogy haladjunk, beszéltem arról is, hogy műemléki helyreállítások is lesznek. A ferences atyák szerették volna, hogy itt ez legyen lefedve, és felkértek egy firenzei professzor Luigi Marinót 1978-81-es munkájuk után, hogy hát tervezzen valamit oda. Amikor Luigi Marino kiment a helyszínre, látta, hogy ott vannak ugyan osztop dobok és osztop fők és minden egyéb, de hát mennyivel szebb lenne elegánsan kimetszeni kőből valami modernt. És felállítottak néhány modern osztopot, azonnal állították az építkezést, félbe maradt, úgyhogy ezeket mind el is bontjuk a helyszínről. Mi magyarok azzal a nem borzasztó, mert nem történt helyreállíthatatlan, tehát hogy így mondjam, tépőzáros megoldás történt, tehát vissza lehet mindent bontani. Nekünk magyaroknak az volt az alapelvünk, hogy bármennyire is vonzó lenne minél többet megépíteni, semmit ne építsünk meg, ami nem 100%-ig igazolható. Ha ugyanis 100%-ig igazolható munkát végzünk, akkor az örök időkre ott marad. Ráadásul a hely hitelessége nem fog csormát szenvedni. Ezek után ugye elhatároztuk, hogy egy teljes fedését fogjuk megjeleníteni az egykori Dolferisztériumos udvarra, és azokat az oszlopokat pedig, amelyeknek megvannak az eredeti épületelemei, csak azokat fogjuk felépíteni. A következő felvételen egy nagyon érdekes helyiséget szeretnénk bemutatni, amely a Perisztériumos udvar alatt található, a második ciszternát, amely már Heródes király idejéből származik, és amely több mint 500 000 liter víz tárolására volt alkalmas. Ellen Kássió úr itt jobb oldal, 9,5 méter mély. Körülbelül akkora, mint ez a terem egyébként, és egy 50 fős közösség misézésére kiválóan alkalmas. Miért beszélek misézésről? Azért, mert azok az arándok csoportok, ugye 90%-ban zarándokok érkeznek hozzánk, akik megérkeznek, pappal jönnek, és természetesen mindig miséznek. Volt olyan már, hogy egyszerre 2 mise volt, 2 független zarándok csoporttól a helytetőn. És nekünk a műemléki helyreállításoknál figyelnünk kell arra, hogy télen esik az eső, fúj a szél, nyáron borzasztó nagy meleg van. Tehát kiválóan alkalmas tér arra, hogy egy bensőséges millióban egy ima közösség elmélyülhessen, vagy nem megfeledkezve arról, hogy belül tágasabb befelé forduljon és végig gondolja, hogy hol van. Visszatérve erre a dologra, én nem vagyok tanár úr, én alapkutatással foglalkozom. A tanárok azok, akik az ismereteket, amelyeket ismerünk, művészi módon a hallgatók számára elérhetővé teszik. Aki alapkutatásban dolgozik, semmi másban nem érdekelt, mint hogy új információt tegyen az asztalra.
Én ókorkutatóként azért vagyok felelős, hogy azt a nagyon keveset, amit tudunk az ókorról, valamivel gazdagítsam, és úgy halljak meg, hogy valamit letettem az asztalra. Ez egy teljesen más hivatás, amit az előbb említett. Na most, ugye ezt a ciszternát is szerettük volna bevonni a műemléki helyreállításokhoz, ezért a következő felvételen, amelyen bemutatom ennek a világát, láthatjuk már lemodellezve egy építészeti modellben, hogy hogy fogjuk tudni, hogy az eredeti oszlopdobok összeállításával, ugye ügyörűen kijelölve az egykori apszisnak a helyét, látogathatóvá tenni egy négykarú lámpával ezt a ciszternát, ahova már csiga lépcső vezet le. A rámpára azért van szükség, én ugyanis büszke apukája vagyok egy 8 éves két botta járó mozgássérült kisfiúnak, és itt különleges érzékenységem van az akadálymentesítés irányába, mert nagyon fontos az, hogyha valaki esetleg tolókocsival, egy társasággal érkezik meg a helyszínre, akkor legalább a galériáig lejuthasson, és onnan, hogy így mondjam, a kórusról lehessen részt egy személyiség. A következő felvételem viszont már nagyon jól fogja látni a hallgatóság, hogy hogy fog kinézni ez a műemléki helyreállítás így. Kívül a felszínen egy akár 500 fős közösség szabadtéri szentmiséje megvalósulhat, ugyanakkor, ha visszalépek, lent ebben a belső térben, amely közel akkora, mint ez a terem, egy kisebb zarándott csoport lehet együtt. Mire készülünk? 2029-re. 2029-ben lesz a 2000. évfordulója annak, hogy Keresztelő Szent János színre lépett, és 2030. augusztus 29-én fogja a Világegyház ünnepelni Keresztelő Szent János fővételének 2000. évfordulóját. Egészen biztos, hogy szent évek lesznek, az a 3 év, amely Krisztus nyilvános működésének 3 évét jelenti, 30, 31, 32 és 33, ugye 30-tól 33-ig ez a 3 év. János alapján tudjuk, hogy 3 pusvét kapcsolódik Jézus szolgálati idejéhez, amelyet itt közöttünk eltöltött, és erre a helyszínre akkor már nagyon sok zarándok fog érkezni. Az egykori atmoszféráját azonban nem akarjuk elvenni a palotának, mégis bárki megkérdezheti, hogy hogyan szeretnénk ezt a világot közkincsé tenni. Úgy, hogy addig, tehát 2029-ig nekünk még van további 17 esztendőnk, hogy nagy erőkkel dolgozhassunk. A Makérusznak egy olyan helyén, most voltam 40 éves januárban, egy olyan területén, amely egy megkutatatlan területe a Makérusznak. Ez pedig nem más, mint ezen a helikopter felvételen a nap által megsütött oldala a Makérusz hegyének. Mi van ezen az oldalon? Itt van a város. Nincs királyi palota kiszolgáló személyzet nélkül. Nincs királyi vár testőrség nélkül. Természetesen egy ilyen kicsi palotába nem költözhettek be a személyzetnek a közvetlen munkatársai. Most ezzel kapcsolatban szeretnék egy érdekes megjegyzést tenni. Amikor azt mondjuk királyi palota, nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy mindjárt Versailles-ra vagy Schönbrunnra gondoljunk, vagy valami óriási reneszánsz palotára Itáliából. Tehát az ókorban, amikor egy ókori keleti uralkodó magának palotát épít, nem kíván nagyobb teret, mint egy római villa. Az a palota, királyi palota, amelyet bemutathattam, és biztos mindenki érzékeli, ez egy építészeti hangvételű beszámoló, nem a leleteket mutatom,
sőt még azokat a gyönyörű mozaikokat, színes mozaikokat sem mutattam be, és mutatom be, amelyek a palotába előkerültek, hanem az építészeti örökséget, az épített örökséget, a műemléket, hiszen az ókor ebből a három forrásból érthető meg. A ránk maradt iratok, a műemlékek és a tárgyi emlékek. Ugye a tárgyi emlékek három fő csoportja, kultikus tárgyak, használati tárgyak, temetkezési mellékletek. Mi ez az alsóváros? Most ennek az alsóvárosnak a jelentősége rendkívüli. Ha valaki figyelmesen elolvassa a Szent Márk evangéliumát, akkor Herodes Antipászról azt írja, hogy figyelmesen hallgatta Jánost, beszélgetett vele. Aztán egy másik helyen, ugye azt olvassuk Mátélán és Lukácsnál, hogy elküldte János két tanítványát Galileába Jézushoz. Kérdéssel megérkezik a válasz. Tehát nem egyszerűen börtönben van, hanem ott lehetnek mellette a tanítványai. Amikor meghal, Máté is és Márk is ezt írja, a tanítványai eltemették. Mit jelent ez? Egy politikai házi őrizetet. Egy olyan személy volt Keresztelő Szent János, akit az egész ország ismert. És miután egy nyilvános politikai kritikát gyakorolt negyedik Herodes Antipászra, amiatt, hogy negyedik Arétász leányát, a Nabateus hercegnőt hazaküldte, majd pedig ugye a saját testvérének a feleségét, tehát a sógornőjét feleségül vette Herodiást, amely ellenkezik a Levitikus előírásával, ezért politikailag megtámadta Antipászt, aki börtönbe vetette Jánost. Hol volt ez a börtön? Ebbe a kicsi palotába, amelynek a királyi minősége rendkívüli. Tehát a legdrágább szőnyegek, drágakövek, akár aranylemezekkel borított falakat. Ugye a legmagasabb királyi színvonalat képzelhetjük el ebbe a relatíve kicsi térbe. Ebben nem kerülhetett be a házi őrizetben lévő János. Csak és kizárólag az alsóvárosban. Na most, ahogy említettem azt, hogy 2009-ben elvégeztük a nagyon alapos radar átvilágítását a Makérusznak, természetesen elvégeztük ennek az alsóvárosnak is az átradarozását, geofizikai felmérését. Nem csak a felszínről tudtuk mindezt végezni, tehát letapogatva, horizontálisan használva azokat az antennáinkat, amelyek 600 és 60 MHz közötti impulzussal mértek, tehát képes volt a rétegelt felvételek elkészítésére, hanem annak a 15,5 méter mély Hasmóneusz ciszternának, illetőleg a mellette lévő 9,5 méter mély Herodesi ciszternának az oldalából is le tudtuk térképezni két szögből, hogy mit látunk szembe. Ez egy hellenisztikus város, késő hellenisztikus város, és emiatt nem egy oldalba építették, hanem lépcsősen, teraszosan, sziklába vájva. Mit jelent ez? Az, hogy a házak közel fele megvan. Hiszen, hogyha lépcsősen lett sziklába vájva, akkor ez azt jelenti, hogy itt utcákat kell, hogy tudjunk megfogni. Nagyon alapos felméréseket végeztünk, és ez is ugye a legfrissebb kutatási eredményeinkhez tartozik, és bemutathatom. A herodesi erődített királyi palota észak-keleti oldalán lévő alsóváros, amelynek ez az északnyugati zárófala van egy bástyával, ugye ott a déli fal egészen az akveduktuszig, alapterületében körülbelül kétszerese a citadellának, és láthatjuk jól, hogy párhuzamosan futó alsóváros falakat találunk mindenütt, egy szuburbium. Erről is tudok mutatni egy víziót, hogy egy kevésbé gyakorolt szemmel azonnal megérthesse a
hallgatóság azon része a mondani valómat, akik számára nem világos ebből, hogy hogy nézhetett ki ez az alsóváros. Körülbelül így. Ismét szeretném hangsúlyozni, ahogy az erődített királyi palota esetében egy exakt építészeti rekonstrukciónak a képét mutathattam be, úgy az alsóváros esetében egyenlőre csak egy víziót, egy olyan rekonstrukciós rajzot, amely a jelenlegi ismert herodesi települések házainak rekonstrukciói alapján készültek. Amit biztonsággal mondhatunk, az az, hogy ez a 187 méter hosszú akvaduktus, amelynek a legmagasabb pontja 18 méteres volt. Egyértelműen igazolható, hiszen nem csak végig a gerinc vonala ennek az akvaduktusnak megvan, de mind az érkezési pontja a hozzá kapcsolódó ciszternával, mint pedig az a kantáló medence, amely az indító pontját jelentette, jó állapotban ránk maradt. A körfal is ismert. És a felvezető lépcső is, amely, ezt vissza kell egy pillanatra léptem az előző képhez, amely felvezető lépcső, ugye egy kis szögetérésben ez az is lehetséges, hogy egy geológiai stíl következménye földrengések hatására, de a fő folyosóra vezetett föl, közvetlenül ugye a misztériumos udvarunk keleti oldalában. Ennek az alsóvárosnak a feladata a jelenlegi régészeti feladat, amely előttünk áll. Amennyiben azokkal a módszerekkel dolgozunk, amelyeket jelenleg használ módszertanilag a régészeti kutatás, ennek a teljes körű feltárása körülbelül 200 év lenne. Tehát a teljes feltárást valószínűleg nem fogjuk tudni elvégezni. De azt igen, hogy megnyissunk olyan 10 méter széles szelvényeket, amelyeken keresztül keresztmetszetében átmetszhetjük, mondjuk egy, mutatok egy példát, egy olyan metszetet, és abból megláthatjuk, hogy hogy nézett ki ez az alsó település. Valószínűleg az az épület, amely effektíve a házifogság helyszínét jelentette, nem lesz megfogható. De ne felejtsük el, hogy számunkra egy evangéliumi helyszín megértése az eredeti cél. Az, hogy jobban megértsük, hogy János fogságban volt a tanítványai környezetében, és a palotában élő Herodes Antipász beszélgetett vele, hallgatta őt, és a születésnapján, amelyet itt ünnepelhetett, Szalomé hercegnő, Herodiás leánya végül is itt kéri egy tálcán a fejét. Ez a felvétel talán a legsokkolóbb az alsóváros megértéséhez, amelyet, ahogy már említettem, a citadellával együtt Krisztus után 36-ban romboltak le IV. Arétász petrai nabateus uralkodó katonái. Egy hatalmas földnyelv látható, amely a városnak a törmeléke. Az az oszlop, amely a legtetején van, 4 méter léptékként, tehát érzékeljük, hogy egy körülbelül 250 méter mélyben lévő hatalmas törmelék van. Ennek a régészeti feltárása is előbb-utóbb meg fog történni. Ez már nem az én generációm, ez a következő generáció feladata lesz. Minden esetre azt örömmel mondhatom, hogy ókorkutatóként egy olyan világhoz tartozhatom, amelynek nem célja a kortársak tekintetének való munkavégzés, hanem elsősorban a következő generációk felé kommunikálunk, tudományos munkáinkat is nem azért írjuk, hogy megveregessék a vállunkat, hanem hogy az utánunk következő generációk ott folytathassák a munkát, ahol mi abba hagytuk. Még egy utolsó rekonstrukciót fogok mutatni erről a gyönyörű városról. Ugye a cerődített palota, a citadella, egy pontos építészeti rekonstrukció a nyugati parti hat analógia fényében. Az alsóváros pedig egy vízió, hogy körülbelül hogy nézhetett ki ez a település a Makírus oldalában. Egy transzluszáns rétegben rátéve a már korábban bemutatott helikopter felvételre. Szent Betlehem,
jobbra Jeruzsálem. Hogy valóban ott van Jeruzsálem jobbra, a következő felvételen be tudom mutatni azt a képet, amely innen a hegytetőről készül, és látható rajta jobb oldalt az olajfák hegye, a tetején a 60 méter magas orosz ortodox kolostor tornyával, bal oldalt Nyugat-Jeruzsálem házaival, és középen a szikladom arany kupolája, amelyen mindig megcsillan a nap, hiszen egy félgömb. Keresztes lova királyságok idején a Balduin uralkodóknak a pecsétje, az pontosan ez a szikladom a tetejének keresztel. Bárki megkérdezheti, tehát ez egy iszlám emlék a második kalifa idejéből. Miért választották a keresztes lovagok pont az Al-Haram Al-Sharif központi szikladomját a heraldikai jelképükké? Azért, mert biztos, hogy egy keresztény építész munkája. Ezt úgy lehet igazolni, hogy ennek a kupolának az átmérője 18 cm-rel kisebb, mint a Szent Sír bazilika kupolájának az átmérője. Annak gyakorlatilag egy 1:1 mása. Tehát ezeknek a bizánci építészeknek, akiknek a kezükben volt a terv, építették meg már iszlám megrendelésre a kalifának ezt a szikladómot, ugye az egykori Jupiter templom fölé, amely alapjaiban még a herodesi nagy templomot tartalmazta. Az optikai kapcsolat a Makirusz és Jeruzsálem között egy további lelki kapcsolatot is jelent számunkra, és arra kérem a tisztelt hallgatóságot, hogy miután most járt le a másfél órán, hogy még egy 10 perc türelmet adjanak, hogy a szerény beszámolómat befejezhessen. Ők azok ferences elődeink. Az ókorkutatásban mindig a generációk egymás vállán állnak, mint az artisták. Mi ezeknek az embereknek a vállára álltunk föl, amikor elkezdtük a munkánkat. Középen ez a talán 10 gyerekes olasz családapának leginkább kinéző férfiú, Virgilio Corbo professzor. A világ és talán minden idők legnagyobb biblikus régésze, újszövetséges ásatásvezető, nem kisebb munkák kötődnek a nevéhez, mint a Heródion feltárása, a betlehemi születés templom ásatásainak a vezetése, az olajfákhegyi Dominus Flevit feltárások vezetése, Gecsemáni kert feltárások vezetése, a Golgotát magát a Szent Sír bazilikában ő tárhatta föl, a Galileai tenger partján, ugye a Genezáreti tó partján Kafarnaum első századi rétegét ő találta meg. Ez az ember egy óriás volt. Az ókortudományban a leges legnagyobbakhoz lehet csak futni, és a közvetlen munkatársai ma is élnek. Őt eltemettük 1991-ben. Ez a cigarettázó férfiú, szintén egy ferences szerzetes, ugye mind a négyen ferences szerzetesek a jeruzsálemi ferences biblikus intézetből, ami később megkapta a pápai fakultás jogkört 2000-től. Stanislao Lofréda, ő volt a rektor akkoriban a Studium Biblicum Franciscanumnál, és két tanítványuk velük voltak, ez a két fiatal srác, azóta elmúltak 60 évesek, Eugenio Aliata, ő most a jeruzsálemi múzeum igazgató, ez a Pietro Casfader pedig olyan nagy ember lett, hogy a jezsuiták erőt véve magukon meghívták Rómába, Pontificium Institutum Biblicumba, hogy ő legyen az újszövetséges régészet professzora, ha nem is ordináriusként, de egy vendégprofesszorként évtizedek óta. És ők ástak négyen közösen, szóval volt egy ötödik társuk, aki fogja a fényképezőgépe, és őt is bemutatom, Michele Piccirillo. Ez a Michele Piccirillo Hussein királynak olyan jó barátja lett, hogy a király úgy döntött, hogy olyan autót ad neki, amin a királyi család felségtáblája van, és Jordániában hercegi jogkörrel
közlekedhet. Ő volt az, aki 1991-et követően automatikusan megörökli Corbeau professzortól a makéruszt. Haláláig, 2008. október 26-áig, amikor váratlanul egy két hónapos betegség után, hirtelen kulmináló rák után meghal, 17 régészeti ledőhely volt csak Jordániában. Ő is egy óriás volt. Michele Piccirillo, a jordániai mozaik kutatás megalapítója, bizantinológus, Rómában ferences létére nem volt hajlandó egyházi intézménynél doktorálni, hanem elment a La Sapienzára, hogy ott szekuláris közegben védje meg a PhD-jét. Nagyon nagy ember volt. És amikor meghalt, ő kapta meg azt a lehetőséget Jordániában, amit soha korábban senki, és azóta sem, hogy miután Livornóban érte a halál, Olaszországban, a király személyesen engedélyt adott arra, hogy a holttestét behozzák az országba, és eltemethessék a Nébóhegyen. A Nébóhegyi feltárásoknak is ő volt a vezetője, ugyanis ez egy iszlám királyság, és az iszlám vallási előírások szerint mindenkit másnap el kell már temetni. Az országban nincsen sem krematórium, sem hűtőházak, tehát ha valaki ott meghal, azt el is temetik. Ő miután nem Jordániába halt meg, királyi család engedélyt adott arra, és a király közvetlenül második Abdalla, hogy a koporsója Jordániában legyen, és ott is temették el a Nébóhegyen. Szörnyű érzés volt 2009. július 26-án, amikor a koncessziós kötetbe Fawazat Khreyshek professzor úr szemem láttára húzta ki a nevét, odaírta, hogy a halál időpontja mikori, és mellé írta, hogy Gyózó Vorosz Hungarian Academy of Arts. Így kaptuk meg az ő örökségét, ugye a makéruszt. És milyen kapcsolatban vagyunk ezekkel a ferences atyákkal? Talán mutat valami az atmoszférából ez a fénykép. De először a magyar kollégák közül, akik rendszeresen jönnek le hozzám dolgozni, ezt a három építészt mutathassam be, Arnóczky Balázs, Dobrosi Tamás és Pap Tamás urakat, akik a Makovesz tanár úr közvetlen munkatársai voltak a Makonában halála előtt, és ilyen értelemben szellemi örököseiként viszik tovább a befejezetlen Makovesz házakat is. Ő Stanislaw Lofréda, az atya a kép jobb széléről, ma már 81 esztendős, Eugenio Aliata, aki balról a második volt hátizsákkal, 61 esztendős, és a pápai Biblikus Régészeti Intézet dékánja Massimo Pazzini professzor úr, aki hát az ószövetséges egzegézis professzora, de nagyon jó barátság van közöttünk, tehát hogy így mondjam, belátták a következőt. Járhattak volna velünk úgy, mint a Herodionnál jártak Ehud Nézerrel, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzorával, aki azt követően, hogy a 67-es háború ciszjordániai lerohanását követően tabula rázát indítottak, és ugyan még folytak a ferences ásatások 67-ben, azonnal minden jogosítványukat megvontak a ferenceseknek, és 67-ben kineveztette magát Ehud Nézer ásatásvezetőnek, közölte, hogy itt semmilyen munka nem volt még a helyszínen. Úgy tekint a lelőhelyre, mint egy szűz régészeti területre, ugyanis ami eddig folyt, az nem nevezhető tudományos munkának, majd pedig úgy publikálta a ferencesek által feltárt Herodion, mintha azt ő tárta volna fel. Furcsa dolog egyébként, most halt meg ő tavaly novemberben, nem tudom, hogy hallották-e a hírt, 2011. november 4-én a Herodionnál véletlenül elesett, és koponya alapi törést kapott, és 4 napra rá meghalt Ehud Nézer professzor úr. Mi nem szerettünk volna így babérokra törni, bár hozzá kell tenni, hogy publikálatlanul hagyták a makéruszt. Azért hagyták publikálatlanul, mert 1981-ben, pont azt követően, hogy ez a fénykép készült róluk, amit 2-vel korábban mutattam, a nyarat Stanislaw Lofréda és Michele Piccirillo
valamint ugye a főnökük, Virgilio Corbo, Kafarnaumba töltötte. A tóparton kellemesen, és annyira ásat nékük volt, hogy elhatározták, hogy az ott lévő oktogonális bizánci templomnak a mozaikját legalább úgy fele részben fölveszik, és megnézik, hogy mi van alatta. De mindezt ugye a nyaralás kellős közepén, hiszen az ő tulajdonuk volt a terület, Ferences őrségi birtok volt, és amikor aláástak, akkor kiderült, hogy ott van másfél méter mélyen az első századi Kafarnaum, és megtalálták Krisztus városát. Na most hát ez atombombaként hatott a korabeli biblikus régészeti kutatásra, és onnantól kezdve haláláig ást a Corbo Kafarnaumot, és a Makirust elfelejtette. Na most így maradt ránk az anyag, és a velük való harmonikus együttműködésnek volt a következménye az, hogy jelezték, hogy a vatikáni tulajdonban lévő Edizioni Terra Santánál és annak a Nemzetközi Akadémiai sorozatánál, a Collectio Majornál boldogan kiadják a mi köteteinket, hogy a Nemzetközi Biblikus Régészeti Társadalom vérkeringésébe a legelegánsabban Jeruzsálemen és Rómán keresztül bekerülhessen. Ahogy említettem, a mi anyagaink között szerepelnek ezek az arameus osztrakonok is. Nincs Magyarországon arameus szakértő. Ez az egyetlen lelettárcsoport, amit ma bemutatok. Sem pénzérmékről, sem kerámiáról, semmi egyébről nincsen szó. Feliratos kerámiáról, igen, ugye ezt hívjuk osztrakonnak, amelyeken arameus szövegek szerepelnek. Összesen 26 ilyen látott napvilágot. És Haggai Mizgáv, a Héber Egyetem, Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, aki mellesleg a kumráni anyagot is feldolgozza, és a dominikánusok adták oda, Jean-Baptiste Humbert és Jean-Michel de Tarragon professzorok kérték föl, mint a világ legjobb arameus szakértő nyelvész professzorát, hogy feldolgozza. Csak halka megjegyzem, apukája itt a vegyi karon doktorált Pesten, és két magyar zsidónak a leszármazottja, úgyhogy amikor már tárgyaltam vele egyszer, csak azt mondta, nagyon jól csengett, amikor odaszóltam az egyik kollégámhoz magyarul, és akkor döbbenten néztünk föl, hát kiválóan tud magyarul, és ilyen értelemben a magyar régészeti kutatókör legalábbis nyelvi alapokon megmaradt. Az ő kutatási eredményei rövid összefoglalása néhány mondatban úgy érthetők meg, hogy soha nem került elő Pereában, Transzjordániában, régészeti feltáráson arameus szöveg Krisztus utáni első századból. Ennek a jelentősége ezért rendkívüli. Ráadásul kiderült az összehasonlító vizsgálata révén, hogy Maszadának, Kumbránnak és a Makirusznak a ránk maradt osztrakon az anyaga szinte azonos. Ezek a feliratok nem cserépre készült feljegyzések, hanem olyan amforákra, vázákra, különböző kerámia edényekre történt feliratok, amelyek szinte kivétel nélkül ezen edények tartalmára vonatkozó kóser jegyzékek. Hogy rituálisan tiszta, azaz olaj, bor, étel, stb., amely benne van. Most ez napjainkban is ismert, ugye egy szlivovicra ráírják, hogy kóser is a rabbinak a pecsétje, egy szilvapálinka esetében, azonban ez az ókorban még a jeruzsálemi papoknak volt az előjoga, hogy egy ilyen rituálisan tiszta jelzést tegyenek, és így igazolható lett, hogy valamennyi feliratunk posztheródesi korból a zéloták idejéből származik. Azonban ezek a zéloták teljesen azonosak kulturálisan a Holtenger nyugati partján lévő két másik közösséggel, ergo, amit soha korábban nem lehetett igazolni, hogy Qumran, illetőleg Maszada, amely a Holtenger nyugati partján jelen volt, egy olyan közösség volt, amely a Holtenger keleti partján is ezzel egyidejűleg létezett. Ezt csak példaként szerettem volna megemlíteni, hogy egy ilyen 26 darabos osztrakon kollekció milyen jelentőségű,
még történeti vonatkozású eredményt is jelentett. Ez már a jóváhagyott címlapja a Pápai Biblikus Intézetnél, a Szentföldi Edíció, ami Terraszánta kiadónál megjelenő első kötetnek, amely január-február magasságára várható, hogy kijön. Tehát, hogyha abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy harmadik alkalommal, esetleg jövő júniusban is eljöhetek ide, amikor Magyarországra látogatok, akkor ennek már a könyv bemutatóját is itt megtarthatjuk. Ez a Makérusz 1, reményeink szerint egy ilyen 17-18 kötet még jegyezhető lesz a szerkesztőjéből. Ha most leállnánk a feltárásokkal, 5 kötetre való anyagunk van. Tehát nagy munka, de hál' Istennek jól haladunk. Úgyhogy, ahogy a tavalyi évben is, ha bárkinek fölmerülő kérdése van, arra nagy szeretettel igyekszem válaszolni, de először is szeretném megköszönni Klárinak és Jóskának, hogy eljöhettem, és azt, hogy ezt a munkát akkor, amikor még csak terv volt róla, és mesélhettem róla nektek, azt mondtátok, hogy ti személyesen is szeretnétek támogatni. És hát ugye ezek a legfontosabb lépések, amikor elindul egy munka, mert amikor már robog az a vonat, amikor már siker van, akkor már könnyen csatlakoznak az emberhez, de ezt én sose fogom elfelejteni, hogy ez így indulhatott el, hogy a Béres család és a Béres cég a munkánk mögé állt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindkettőtök. Van egy kérdés. Amíg nincsen, én már is mondom, hogy ez az 1807, ez azt jelenti, hogy 1807. január 17-én Ulrich Jasper Zetzen, német kutató volt az, aki Josephus Flavius zsidók történetével a kezében beazonosítja, hogy a romok, amik ennek a hegynek a tetején vannak, ez kell, hogy legyen a Makérusz. Ez a beazonosítás pillanata. Tehát Krisztus után, 72 után, 1807-ig nem tudtunk róla semmit, azt se tudtuk, hogy hol van. És aztán a 19. században 29 tudós ember járt a helyszínen, akik olyan jelentős megállapításokat tettek még a feltárások előtt, amelyek korszakalkotó jelentőségűek. 1909. január 1-én Félix Maria Bell, dominikánus szerzetes, elsőként találja meg az Alsóváros egy-két kövét, és jelzi, hogy az Alsóváros is megvan. Maguk a feltárások legelőször 1968-ban kezdődnek el. Jerry Verdeman, baptista, amerikai professzor vezetésével a Southwestern Baptist Theological Seminary-nak a színeiben. Azonban kitudódott róla, hogy zsidó, és az is, hogy az egészet egy milyen fontos zsidó emléknek tartja, úgyhogy azonnal kirúgták az országból, és így csak 3 hétig dolgozhatott. De az özvegye él, és megkaptam tőle a teljes anyagot. Úgyhogy ezt is egy külön fejezetben összefoglalhatjuk, és akkor az atyák, a ferences atyák 1978-tól 81-ig dolgozta. Tehát ugye miért több mint 200 évet jelzünk? Azért, mert nem izraeli kutatócsoport vagyunk, és nem is amerikaiak, ahol ez divat, hanem ez egy szerény magyar kutatócsoport, ahol jelezzük, hogy itt generációk által felhalmozott, akkumulálódó értékeket követően az első Makérusz kötet, amely megjelenhet, az 1807-es eredményektől napjainkig dolgozza fel az anyagot. Ez a becsületes hozzáállás. A siker nem ekkora, hanem a lelőhely egy lehetőség a Szentföld és az evangéliumok világának megismerésére. Tehát nagyon óvatosan kell az évszámokkal bánni. De ezt csak magyarázatként akartam mondani. Tessék, parancsolni. Azt szeretném kérdezni, hogy Földi Halandónak azt mondja, hogy nem nagy ez a palota, mekkora, hány négyzetméter, hány méter,
kerül 5300 négyzetméter, tehát mondjuk ehhez hasonlítva. Tessék? Tehát hány 300 négy szögölnek felel, ez meg négy szögölre átszámítva körülbelül. Tehát egy viszonylag igen. Igen. Olyan pici. Igen, tehát itt szó nincs, hanem két futballpálya, hogy így mondjam. Tehát, igen, tehát egy római villa mérete. És ahhoz képest a elváros, a tájváros? Az alsóváros kétszerese. Igen, ezt nem adott. Durván kétszerese, igen. Tessék, parancsolj. Az egy stratégiailag ennyire fontos hely, az hogy lehet, hogy 72-től ott semmi nem volt? Nagyon jó kérdés. A válasz... A válasz 106. Tehát a 72 után, amikor kellene, hogy előbb-utóbb a katonai jelentősége megfogalmazódjék, akkor Trajanus 106-ban a nabateusokat lerohanja és annektálja, és provincia Arábia részévé bekebelezi. Innentől kezdve nem jelenik meg már a történelemben még egyszer olyan pont, hogy határ területhez közeli vár legyen, tehát a végvár jelleg, az a katonai stratégiai pozíció, amely megfogalmazódhatna, annulálódik. A kérdés egyébként nagyon jó, de még egyszer mondom, 72-től csupán Krisztus után 106-ig tart ez a kérdés. Mert azt követően, hogy Trajanus bevonul 106-ba, és Petrából egy provinciális kisváros csinál a nabateusok fővárosából, onnantól kezdve nem alakul még egyszer egy olyan szituáció, hogy az Arnon völgye, ugye a mai Vadi Mujib határterület legyen, és ez egy végvárként megjelenhessen. Másként rajzolódik át a közel-kelet, a török birodalomba is, ugye ott van a kellős közepén a birodalomnak, tehát nincs kihez viszonyítva várként kezelni. Ez az oka annak, hogy később nem jönnek ide. A másik válasz pedig, hogy az akvaduktus nélkül, ha nincsen víz, ugye nem nagyon lehet mit kezdeni. És miután lerombolták a citadellát, így hiába marad meg szinte teljes épségében a hasmóneus ciszterna 15,5 méter mély, nincs honnan begyűjteni a vizet. Tehát azért a víz szüret, amilyen szépen mondja az angol, a water harvesting, csak akkor lehetséges, hogyha ahhoz van egy megfelelő begyűjtő rendszer, tetők, csatornák, hogy bevezetik azt a vizet, tehát épület nélkül nem tudják már összegyűjteni. Tessék, parancsolj! Ez a Sithegy mai nyelven, ugye? Igen. Ez akkor 106-ban gyakorlatilag 72-ben fejeződik. Ez is egy időkapszula. Pontosan. Tehát Krisztus előtt 90 és Krisztus után 72 közötti az időkapszulánk. Ennek is három korszaka van. Ugye a legelején van egy Alexander Janneuszi vár, amit viszonylag hamar lerombolnak. Tehát Krisztus előtt 90-től 57-ig, akkor egy kis szünet, jön nagy Heródás, durván 30 körül, apa és fia, nagy Heródás királyi és fiái Heródás Antipászé, 36-ban lerombolják. Két évvel később száműzik Antipászt is ugye a mai Franciaországba, és megfosztják a tetrarchátusától. És a harmadik korszak pedig nagyon szépen köszönöm, igen, az élótáknak a korszaka, amikor 66 és 72 között a zsidóháború idején még oda mennek a romokra, és egy körfalat építenek. És ezek után semmi. Tehát egy időkapszula pont az az idő, ami bennünket, keresztényeket a legjobban érint. Milyen konzisztenciája ez, egy omlik, vagy kömegkötött már? Ez egy kemény köpület? Igen, hát egyes helyeken csákányt is kell használnunk. Igen, igen. Tehát a konglomerátum. Igen. Az már valós, ennyi. Igen, de mondom, egyes helyeken csákánnyal lehet csak megmondani. Igen, igen. És hát férfi munka. Tehát, nagyon reméljük, hogy jövőre ezzel a könyvvel a kezedbe újra köszönhetjük, és gratulálunk, mert fantasztikus. Köszönöm.